Köszöntök mindenkit itt a fehérvári beszélgetésekben. Én nagyon szeretek olyan emberekkel beszélgetni, akik tényleg mindenkinek példaként szolgálhatnak, akár magánéletben, akár pedig ugye a civil életben, vagy éppen ugye a sportéletben, amiket tényleg elértek hatalmas nagy eredményeket, akik tényleg küzdenek, hajtanak, soha nem állnak meg, és mindig keresik az újabb kihívásokat, illetve az újabb eredményeket. Na mai napon egy ilyen, hát mondjuk még, hogy fiatal embert hívtam meg ide a fehérvári beszélgetésekbe. Vendégem a stúdióban Peresztegin, a Jákos szakosztály vezető. Szia, köszöntelek téged. Szervusz, köszöntöm hallgatókat. Adás előtt beszélgettünk arról, hogy milyen titulust mondjak neked. Nagyon sok mindent csinálsz, nagyon sok mindennel foglalkozol, elképesztő aktív vagy. Mi az, amit jelenleg csinálsz most a csapatnál, ugye a fehérvári kosárlabdában, a fehérvári kosárlabdáért, és mondjuk ezekből az eredményekből, amiket eddig elértél, mire vagy a lehető legbüszkébb? Hát alapvetően ugye most az egyik fő feladatom az utánpótlás akadémiának a úgymond szakosztály vezetése, és az összes ilyen papírmunkát próbálom segíteni, a vezetőséget előkészíteni, egyesületekkel, más egyesületekkel való együttműködés, iskolákkal, óvodákkal történő együttműködéseknek az előkészítése, illetve hát annak a napi szinten való kezelése és kapcsolattartás. Mellette pedig az U18-as csapatnak voltam, illetve hát vagyok az edzője a következő idényben is. Az is azt mondom, hogy egy elég szertágazó feladat, és egy elég napra késznek kell lenni, hogy mindig jó edzéseket tudjon az ember tartani, illetve a gyerekek mindig tudjanak fejlődni. Eredmények közül mire vagy a lehető legbüszkébb eddig, amit elértél, akár csapat, akár pedig a múltban az életedben? Nehéz ezt kiemelni, mert hál' Isten, és már lassan 30 éves pályámon, mert 91-ben kezdtem el edzősködni, azóta hál' Isten azért sok bajnoki cím is született. Hát van 6 utánpótlás bajnoki címem, amire mindegyikre nagyon büszke vagyok. U18-as, U16-os, U20-as bajnoki címek. Emellett ugye a Fehérvárral is, az Alba Fehérvárral még sikerült egy nemzetközi kupát is nyerni, ami jelen pillanatban még egyedülálló Magyarországon, bár csak ez egy közép-európai kisebb rendezésű kupa volt, de mégis én azt mondom, hogy arra nagyon büszke vagyok, hogy egy felnőtt csapattal ezt az eredményt sikerült elérni. Válogatottaknál is, ahogy dolgoztunk, ott is egy kimagasló eredmény szerintem még 2005-ben, amikor az U20-as Európa-bajnokság, B-divíziós Európa-bajnokságon másodikak lettünk, és sikerült feljutni az A-divízióba. Ez egy nagyon jó kis csapat volt, még mai napig is még van egy-két olyan játékos, aki aktívan kosárlabdázik A-csoportban. Tényleg elképesztő eredmények, és nagyon nagy, azt gondolom, tényleg energiabefektetés az, amit eddig elértél. Meg azon gondolkodtam pont, amiközben mondtad ezeket, hogy azért jó sporttal foglalkozni, mert jó. A másik azért, hogy az ember mondjuk abba adja a sportot, nagy részben úgyis a sportban fog elhelyezkedni, ami hihetetlen jó karban tartja az embert. Ugye, tehát azért ugyanúgy mozogsz, sportolsz, nem teheted meg, hogy elhagyod magad, mint hogyha valaki mondjuk tényleg egy civilebb munkában befejezi a pályafutását, akkor általában megfigyelte, hogy azért elhagyják magukat az emberek, pocakosodnak, jön az a tipikus, tényleg elhagyom magam időszak, nálatok, nálad ennek ugye jele sincsen, és nem is teheted meg szerencsére. Igen, tehát én azt mondom, hogy egy edző az legyen hiteles, igen, nézzen ki úgy a kiállásában, meg alapvetően belülről fakad belőlem, hogy azért mindig mozogni. Vannak azért, azt mondom, hogy egy-egy elhajlás, hogy egy-egy hetet kihagyok, vagy két hetet kihagyok, de akkor már hiányzik a mozgás, és akkor mindig vagy biciklire pattanok, vagy elmegyek futni egyet, vagy konditeremben megyek el. Igen. Ez való, azt mondom, hogy kisgyerekkorom óta édesapám sportolt, onnantól kezdve én azt mondom, hogy ez egy kikövezett út volt az én irányomba. Általános iskolában is sportágazatos osztályban jártam, hogy onnantól kezdve a napi szinten a sport az jelen volt az életemben, és a mai napig is szinte jelen van. Pont azt szerettem volna kérdezni, hogy gyerekkorodban a sport az mennyire volt jelen az életedben, a szülők mennyire mutattak ebben példát, hogy te is ugye sportoltál? Hát alapvetően édesapám, úgyhogy említettem, hogy ő sportolt, először atlétizált, aztán utána egy sérülés után hagyta ott az atlétikát és ment el kosárlabdázni. Aztán én még úgy a kosárlabda pálya mellett nőttem fel, és 9 éves voltam, amikor először a Bregyóba, még akkor még betonos pályán, és nem tudom még milyen ósdi palánkokra kezdtünk el ott edzeni, és hát ott voltak a napi szinten az edzések nyáron, és amikor ugye rosszabb idő lett, akkor mentünk be tornaterembe, de akkor is még ezen linoleumos kemény talajon, úgyhogy nem a mostani hiper-szuper felszerelt csarnokokban edzettünk. És hát én 10 évig ott maradtam a kosárlabda pályán, aztán jött egy nagy váltás, és elkezdtem kézilabdázni, miután a kosárlabdában ugye alkatomtól fakadva
nem igazából tudtam megvetni a lábamat már felnőtt csapatban, utánpótlás szintig végigmentem, utánpótlás bajnokok lettünk az utolsó évben, amikor én még kosárlabdáztam U18-ba, még Matus Gabi által is fémjelzett csapatban, és hát utána jött egy éles váltás egy baráti beszélgetés kapcsán, hogy mi lenne, ha... De jó, hogy nem egymásokkal beszélgettél, nem? Hát igen, azt azért nem biztos, hogy bevállaltam volna, de általános iskolában és középiskolában is én azért diákolimpián mindig szerepeltem, az iskolacsapatban, kézilabdában is, röplabdában is, tornában is, tehát én szerteágazó volt, mindent csináltam, és hát utána pedig jött egy 7 év, amit a kézilabdában töltöttem el, az már mind felnőtt bajnokságban, felnőtt csapatban, és mit Fehérváron, ugye akkor még Honvéd Szondi esélynek hívták, aztán NK Hungáriának alakult át a csapat. Igen. Ugye most a mostani Alba régiának az elődje voltak ezek a csapatok. Ugye mondtad, kosárlabda alkatot, miért itt a magasságra gondoltál? A magasságra, igen. Az nagyon nagy, egyébként nagyon nagy hátrány, egy kis szakmázás is lesz azért beszélgetésben, nagyon nagy hátrány az, és nem is tud tényleg, aki mondjuk kisebb, mondjuk nem tudom, 2 méter vagy 2 méter, 2-nél nem tud ő nagy eredményeket elérni a kosárban. Emiatt. Nem feltétlen, csak nekem nem jó poszton játszottam én utánpótlás koromban, én mindig bedobó voltam, gyors voltam, balkezes voltam, akkor még nagyon ilyen volt, hogy bal bedobó, jobb bedobó, és én akkor mindig bal oldalt éreztem jól magamat a bal kezemmel, voltak a jobb kezesek, azok voltak jobb oldalt, és nekem igazából az alkatomban, magasságomban fogadó irányítónak kellett volna lennem, de ott valahogy az edzőim ezt nem ismerték, föl voltak más irányítók, közben Matus Gábor is, aki ugye hosszabb és nagyobb karriert futott be, mint én felnőtt szinten, tehát ilyen szempontból azt mondom, megértem az edzőt, hogy másokat helyezett ebbe a pozícióba. Én abban a pozícióban nagyon jól éreztem magamat, szerettem kosárlabdázni, jól is ment, ügyes is voltam. Aztán ennyi volt, tehát én beláttam, hogy alapvetően ennyi volt. Későbbi fejjel rájöttem, hogy nekem valójában az igazi sportom az a kézilabda lett volna. Melyik, ami mondjuk elég nehéz kérdés, meg nem biztos, hogy jó ilyet kérdezni, szép ilyet kérdezni, melyik, ami közelebb áll hozzád, a kosár vagy a kézi, vagy ugyanúgy mind a kettő sem tudná választani? Hát ez nagyon nehéz. Mind a kettőt nagyon szerettem játszani, mind a kettőt nagyon szeretem még most is nézni kívülről. Kézilabdát más szemmel nézem kívülről, mint a kosárlabdát, azt jobban szakmai oldalról nézek egy-egy mérkőzést. Kézilabda az meg olyan, hogy úgy beállnék. Tehát még van bennem egy olyan érzés, de azért már 50 évesen azért ezt már nem kockáztatja meg az ember. Tehát éhetetlen jó tartalmat, tényleg. De tényleg még van bennem olyan, Veszprém meccsekre szoktam kijárni, vagy átjárni Veszprémbe. Az van hangulat, igen. Úgyhogy hangulat is van, meg tényleg ott jó mérkőzéseket lát az ember. És hát most már jó pár évvel ezelőtt volt, amikor kimentem a Vokba Alba meccsre. Hát akkor tényleg ott nagyon benne volt, hogy úgy beállnék, igen, és játszanék, de már nem tudnék. Úgyhogy... Az nem volt nehéz egyébként, hogy kosárlabdában is rengeteg energiát beletettél, meg az életed volt játékosként, az nem volt nagy lelkitörés felismerni, hogy hú, basszus, nekem ennyi volt igazából, és ebben én nincs tovább, bármennyire szeretném? Nem, talán már azt mondom, hogy 19 évesen ezt úgy felismertem, hogy felnőtt szinten nem. Most megyebajnokságban még egy évet még játszottam egy ilyen baráti társaságban, de igazából az nem volt olyan szintű motiváció, és azért többre vágytam. És jó, sérülésem nem volt semmi, gipszben nem voltam, törésem nem volt. Tehát ilyen, én ezt a kivételes 17 éves sportpályafutást ezt végigértem sérülés nélkül. Úgy mondjam, komoly sérülés nélkül, tehát tényleg semmi kórházi történet nem volt. Egy szájfelszakadásom volt, amit kórházban láttak el, mert össze kellett varni, de az is már kézilabdában volt, úgyhogy vége felé. Ilyen szempontom azt mondom, talán jó alkat is van hozzá, illetve szerintem jó tanáraim voltak, mint testnevelő tanárok általános iskolában, középiskolában. Itt Fehérváron egyébként? Itt Fehérváron, Béketérre jártam általános iskolába. Ott talán egy nevet említenék meg, Listár Ferencet, aki testnevelőnk volt, és illetve ilyen másodosztályfőnökünk is, akitől nem csak sportban kaptunk nagyon sokat, hanem az életben emberként is nagyon sokat adott nekünk. Aztán utána én József Attila gimnáziumba kerültem, ott Gyurkovics Mária volt a testnevő tanárom, illetve hát Vég László, aki szintén hát legendás, igen. Oldalágról persze. Még úgy egyengedte az én pályafutásomat, és ő volt az, aki mindig biztatgatott, hogy neked kézlabdáznod kéne,
aztán a végén neki tényleg igaza. A végén igaza lett akkor végül Laci bácsinak, ugye tornatanárnak ebben a dologban. Civil munkát, hogyha mondjuk végezned kell a sport mellett, vagy a sport előtt, abban az időben nyilván visszamenve, amiről beszélünk, mi az, ami akkor közel állt hozzád, mi az, aminek tanultál, készültél mondjuk a civil életben, hogyha volt ilyen eset? Volt ilyen, gimnázium után ugye én tanári szakra felvételiztem először a testnevelési főiskolára, aztán oda nem vettek föl sérülés miatt, és utána álltam át az edzői pályára, de közben ugye szüleim nyomására, hogy már pedig valami szakma kell, fiam, a kezedbe. Igen, de szakmád utána mehet sportolni. Igen, így van, és mostani ilyen OK és tanfolyamnak megfelelő, bár akkor ilyen 2 éves képzés volt, és regnes nappali képzés volt, a 320-as iskolában volt, ilyen számítás technikai műszerész ez a végzettségem. Na. Alapvetően azt mondom, hogy ez szerintem nem volt rossz, hogy egy ilyen irányultságot is kaptam, és ezekbe az elektronikai dolgokba, illetve a kis szerelésekbe bele tanult, vagy bele kóstolt az ember, mert alapvetően azt majd most a háztartásban tudom használni, hogy alapvetően kisebb dolgokat az ember azért megszerel, meg hogyha a villany elmegy, akkor tudja, az hogy jó, hol kapcsolod vissza. Az jó, mert szakembert lehet találni. Erre most nem kell. Tehát, hogyha azt mondom, hogy egy vezeték elromlik, vagy éppen levágja a biztosítékot valami otthon, akkor azt megkeresni, hogy az mitől volt, azt azért még merem vállalni, úgyhogy de... Na akkor ez jól jött tényleg a szakma, tehát igazából igen, tényleg egy olyan tudás, ilyen... amit tudsz, de alapvetően a sport az, ami körül mindig mozogtál, mindig fordultál. A szülők nem nezteltek rá, de miért egyébként, hogy egy kisfiam, akkor még kéne tovább tanulni, ugye mondtad ezt a végzettséget, hogy akkor még csinálj valamit, vagy kibékültek akkor ezzel, hogy látták, hogy sikeres vagy a sportban? Alapvetően ugye korán elkezdtem ugye edzősködni, hogy említettem már, igen, ugye 91-ben, és ahogy én ezt a számítástechnikai iskolát elvégeztem, akkor Videotonba el is helyezkedtem, és egy évig párhuzamosan folyt a kettő, hogy én edzősködtem, illetve hát reggel 6-ra bejártam a Videotonba dolgozni, délután 2-ig, utána kimentem a VOG-ba, megtartottam az aktuális csapatomnak az edzést, aztán utána akkor jött, hogy akkor nekem a kézi edzés, úgyhogy egy időszak volt, amikor munka, edzősködés és a játék. Aztán, amikor úgy alakult, hogy már meg tudtam állni a saját lábomon, mint edző, mint pedig a játékos fizetésemből, akkor a munkát azt ott hagytam, és ráadásul ugye el is kellett mennem, tehát ez a kettő együtt összevágott, hogy a sportból meg tudtam már élni, illetve a Videotonnál akkor jött be az a nagy átszervezések, és nagy leépítések, és ugye, mint fiatal munkaerő, nekem akkor megköszönték a munkámat. És amit akkor így, nem is baj, nem? Összességében nem is bántam, és így akkor főállású kézlabdázó lettem, illetve hát akkor még mellékállású kosárlabda edző. És hát akkor voltak olyan napjaim, amikor nekem, én tartottam 2 edzést, illetve nekem tartottak 2 edzést, tehát az egész napomat bent éltem meg a VOG-ban. Szép idők voltak, tehát jó, hogy visszaemlékezni. Visszaemlékezni jó, de akkor lehet, hogy nem volt annyira. Jó volt, nagyon élveztem. Tehát a kézlabda is ment. Lubickoltam a történetben, edzősködés is, ugye még nyitogattam szárnyaimat, és ott is keresgéltem az utamat, kis önálló gondolataim voltak az utánpótlás csapatomban, abszolút hagytak dolgozni a saját gondolataimba, úgyhogy én azt mondom, hogy az nagyon jó kis évek voltak. Beszélgettem egyik ismerősömmel valamelyik nap, aztán mondtam, hogy te is érkezel majd hozzám ide valamikor a fehérvári beszélgetésekben, aztán mondta, hogy hát, hogyha még egyszer visszatekeretni az időt, akkor ő sportoló lenne, focista, kosaras, mert olyan jó keresnek ezek a fiúk, és milyen jó életük van. Azért ez nem egy könnyű élet sportolónak lenni, nem? Tehát ez nagyon szigorú szabályok vannak, nagyon sok áldozattal jár ez az egész, amit kívülről nem mindenki lát. Ugye ezt jó gondolom én egyébként? Hát igen, tehát ez egy életforma. Uh-huh. Az ugyanúgy azt mondja, hogy kamion sofőr beül az autójába, és átszeli Európát hétfőtől péntekig, hazaér, fürdik, alszik 2-t, és utána megy ugyanebben a körben, és ki tudja, hogy hol alszik, és hol hogy mondjam, megy le a nap az ő életébe. Ez ugyanez a sportolóknál is. Ez a hétvégén mérkőzések, hétközben mérkőzések, ha esetleg olyan csapatnál dolgozol, ahol külföldi mérkőzések is vannak, meg külföldi kupán, vagy Európa kupában játszik a csapat esetleg, akkor ott az megint egy másabb történet. Én úgy gondolom, hogy aki ebben nem éli bele magát, nem élte bele magát, nem tetszik ez neki, és nem tud azonosulni vele, az nem is fogja jól érezni magát ebben a munkában. Nekem ez azt mondom, hogy ez mindig is tetszett, és mindig is jó volt, és nem volt nyug utazni. Valahol ezt szoktam mondani, és talán ez a legfőbb pozitívum az én dolgaimról, hogy nekem a munkám a hobbim.
Az viszont, hogy azt kevesen mutatják el magukra egyébként. Ebben nagyon nem is tudok elfáradni. Tehát, hogyha az ember elfárad, nekem egy vagy két órás kis vízkörnyéke, és megyek vissza a csarnokba, és akkor már... valahova edzeni éppen, igen. Ugye utánpotlásoknál is, vagy az utánpotlásnál is tevékenykedsz aktívan, mint mondtad. Hogy állunk tehetségekkel? Ugye többször éri a magyar sportot az a vád, ugye kosarat, kézit is, focit is, hogy hát sokkal-sokkal tehetségesebb különböző nemzeteknek, ugye a fiai gyermekeim Amerikából, ugye környező országokból, és Magyarországon kevesebb a tehetség. Ez valóban így van, vagy ugyanennyi van, csak kevesebb a felfedezett tehetség? Nagyon nehéz erre válaszolni, és az összehasonlítás is nagyon nehéz. Én úgy mondom, hogy Fehérváron, a kosárlabdázásban nagyon sok ügyes gyerek nevelkedett már ki, és játszik a mai napig még felnőtt csapatban. Gondolhatok itt még a 85-ös születésű korosztályig visszamenőleg, akik most már kifelé mennek, de azért abban a generációban azért volt egy Wittmann Krisztián, volt egy Sós Gábor, akik válogatottságig vitték, aztán utána jött a Bence Zoltán féle ére, az a 79-80-81-es korosztály, ott is azért több olyan játékos volt, aki mind korosztályos válogatottban, mind felnőtt válogatottban, illetve NB1-es csapatokban megvetették a lábukat. És most van egy, utána jött a Keller Ákos féle korosztály, Hanga Ádámmal fémjelezve, ugye ez a 89-90-91-es éra, és hát most érkeztünk el megint egy olyan nagyon komoly időszakhoz, ahol azt gondolom, hogy ez a 2000-2001-2002-2003-as születésű gyerekekben nagyon sok tehetséges gyerek van itt Fehérváron. Már ugye nagyon sokan a felnőtt csapatnak a tagjai is. Ja, Lukács Norbi, Takács Ikrekre gondolok. Balsői Ádám, Szodik ugye, aki effektíven nem fehérvári, de most már azért azt mondja, negyedik éve, ötödik éve van itt Fehérvári, most már lassan. Ha nem is díszpolgár lesz Fehérvárnak, de azért azt mondom, hogy Fehérvárinak tudhatjuk már, és fehérvári nevelésnek tudhatjuk be őt. Én úgy gondolom, hogy sok értékünk van, de az a nehéz, hogy ezeket az értékeket megtartani. Igen. Most már a városnak hál' Isten olyan főiskola egyetemi lehetőségei vannak, hogy a továbbtanulás szempontjából nem mennek el a gyerekek, megtartó erő már a város ilyen szempontból, és szerintem nagyon jó, és ez nagyon pozitív. A Corvinus Óbudai Egyetem, így van, illetve most már a testnevelési egyetemre is nagyon sokan úgy mennek el tőlünk, hogy levelezőre, ami azt jelenti, hogy itt maradnak Fehérváron edzeni, játszani, és csak levelezőn végzik el a főiskolát, egyetemet. Amiben azt mondja, mire kés vagy régebben nem feltétlen volt erre ilyen nagy és széles körű lehetőség. Ez a városnak a törekvése is egyébként. Ez abszolút, én azt mondom, hogy ezzel sokszor már ezt hangoztattuk is, sportvezetők, és hál' Isten most már tényleg azt mondom, hogy ebben a városban lehet tanulni is, és kosárlabdázni, és sportolni is egymás mellett. Ugye ezt, mi ezt elneveztük egy ilyen életpálya programnak is, vagy indítottunk egy ilyen életpálya programot, amiben ugye propagáljuk azt, hogy egészen az óvodától az egyetemi diploma megszerzéséig teljes oktatás az lehetősége van a sportolóknak, illetve mellette pedig professzionális sportolni is tudnak a városban. Ugye mondtam, ebben beszélgetésben szakmázunk, meg rólad is beszélgetünk, múltadról beszélgettünk, beszéljünk most a családról egy picit, mi az, amit lehet tudni a családodról? Egyke gyermek vagyok, édesapám már sajnos nem él, édesanyám az ilyenkor most már a nyugdíjasok életét éli. Aktív is? Aktív, úgyhogy semmi gond, is le a kalappal ezzel, amit megcsinál. Én úgy gondolom, hogy van egy nyaralónk Balatonon, és ő ilyenkor mindig, amikor kisüt a nap április környékén, akkor leköltözik, és akkor októberben jön haza, most már is fűthető, úgyhogy az a nyaraló, úgyhogy teljesen hogy jól érzi magát, barátnőjével ott el van, meg ott a ház körül mindig valamit ugye tud kapirgálni, és ott szépítgeti a kertet. Egy lányom van, és ő is most érettségizett. Tehát nagylány. A nagylány, 19 elmúlott, Veszprémbe jelentkezett a főiskolára. Elvileg a pontjai, ha minden jól megy, akkor a tavalyi pontokhoz képest ugye jó pontokkal. És mivel szeretne válni? Hát ő közgazdász irányba próbálkozik, most aztán majd kiderül, hogy azon a pályán lehet, ott van. Lehet, hogy sportklubnál kiköt esetleg valami ott dolgozó. Valahogy ezt nem fogta meg. Nem fogta meg? Soha nem is erőltettem nála azt, hogy ő most sport, úgy mondom, hogy sportoljon. Egy, ami fontos volt, hogy tanuljon meg úszni, meg torna az jelenjen meg az életébe kiskorába.
pontosan abból fakadóan, hogy tudjon esni, tehát a sérülések megelőzése, hogy bármit is csinál később az életében, hogyha esetleg komolyabban sportol, de tanuljon meg esni, tanulja meg, hol van keze, lába. Úgyhogy erre egy ilyen kis gyerektornára vittük még annak idején, meg az úszás. Ez a kettő volt, ami nálam kritérium volt, hogy ezt tegye meg. Aztán onnantól kezdve ő választott. Ezeket a követelményeket teljesítette. Azóta ugye ő választja. Igazából nem is maradt meg sehol így egyesületnél. Kosárlabdát sem erőltettem neki, kézlabdát sem, egyszer még meccsekre ő jelentkezett. Meccsekre jár egyébként? Kosármeccsek ki szokott nézni? Ritkán. Úgyhogy őnálam mondom, ez a sport, ez most ilyen... Tehát csinál, van úgy néz ki a gyerek. Annyi, hogy bejár kondizni, konditerembe, néha elmegy futni, tehát ugye magára odafigyel, úgyhogy azt próbál egészséges életet élni, meg fitnesseskedik, de igazából ilyen... Hát, mint a hasonló korú lányok természetesen. Igen. Tényleg mondtad az egészséges életmódot, te odafigyelsz arra, hogy egészségesen étkez, egészségesen étet, hangsúlyt fektetsz erre, vagy úgy mindenevő vagy, és inkább a mozgás az, ami... Hát én mindenevő vagyok. És hát nem tudok ellenállni a finom falatot. Nem látszik rajta őszintén. Próbálom a mozgással kompenzálni, de lehet, hogy azért, mert jó inget vettem fel, és kicsit slimfites, és azért. De tényleg azt mondom, hogy én szeretem, úgy mondom, a hasamat, szeretem a finom ételeket. Még talán, hát igen, amikor még Baján dolgoztam, akkor jelent meg rólam egy ilyen cikk, még a Nemzeti Sportban, azt nem is tudom, mostanában emlegettük fel, hogy gasztromókus címmel. Igen. És ugye akkor az újságcikkben ugye az volt, hogy én előtte Szegeden is dolgoztam, és Baján is, hogy melyik halászlé a finoma. Halászlevek, igen. És erre mondom, hát nem tudok különbséget tenni, mert én mindegyiket szeretem. El lehet rontani mindegyiket, illetve hát volt főnököm pedig, azt is mondja, tudja, hogy pitkelyből is jobb halászlét főz, mint egyesek. Igen. Mint ahogy ezt még annak idején főnökömtől megtanultam Baján, de tényleg azt mondja, hogy mindenevő vagyok, és inkább sporttal próbálom meg ellensúlyozni azt, amit igen. megeszek. Kikapcsolódás, hogy azért sokat dolgozol, sokat tevékenykedsz, tényleg azért néha el kell menni pihenni, vagy mi az, ami kikapcsol, mi az, ami által el tudod engedni mondjuk a hétköznapokat, mert azért néha el kell bármennyire is szeretni az ember. Mostanában párommal nagyon rákaptunk a biciklizésre. Az jó, úgy nagyon jó. Mert mindenfelé vagy? Velencei tó körre, ami divat mostanában? Hát az a Velencei tó, az most már nagyképű hangzik, de azt mondom, hogy az már pipa, az már semmi. Éppen a múlt héten voltunk egy Balaton körön, egy megszakítással, tehát egy 96 kilométert nyomtunk, egy alvás szálláson, és utána egy 111 kilométert nyomtunk le a második nap. Úgyhogy most már következő kihívásunk az lesz, hogy majd akkor megpróbáljuk egybe letekerni a Balatonkört. A bicikli az most nagyon, arra azt mondom, hogy térdeim is bírják, ízületeim is, úgyhogy azt mondom, hogy az most egy olyan sport, ami természetben van, tényleg Balaton körül is nagyon szép tájakat, nagyon szép helyeket láttunk. Te sportra kapcsolódsz ki mindenképpen, tehát nem az, hogy heverészel, olvasol. Nem, feltétlenül az olvasás is, azt mondom, hogy ritkábban kerül könyv a kezembe, de egy-egy jó könyvet, amikor elkapok, akkor nem tudom letenni. Zene az mindig szól körülöttem, de az mondjuk kimondottan azt, hogy ja, mostani zene vagy mostani stílusok? Minden, pedig, tehát ebben is mindenevő vagyok, úgyhogy jöhet a régi zene is, az új zenék is. De nem mondom azt, hogy most akkor fülhallgató föl, és akkor úgy zenével kapcsolódok ki, az úgy mindig szól körülöttem. Fiatal vagy még szerencsére nagyon. Jövőbeli tervek, van-e valami nagyon nagy terved, akár magánélet, akár a kosárlabda kapcsán, vagy bármilyen területen, amit meg szeretné valósítani mindenképpen? Nem, alapvetően nekem egy olyan célom volt az edzősködésben, a sportban, hogy megadatosson az, hogy minden korosztályban tudjak dolgozni, és minden korosztályban megmérettessek, hogy az most ott működik, vagy nem működik. Voltam kenguru edző is, tehát egészen lengyermek korosztályban, azt abszolút mondtam, hogy az nem. Tehát az nem te vagy? Az nem, az nem én vagyok. Az nagyon nehéz azért, tényleg, hogy kicsik, fegyelmezetlenek, nem biztos, emberileg, hogy akarják. Tehát emberileg kíván mást, más beállítottságot. Nem véletlen vannak, én mindig ezt szoktam mondani, hogy vannak alsós tanárok, vannak felsős tanárok általános iskolában, vannak középiskolás tanárok, és nem csak a szakmai oldalról megközelítve, hanem az emberi oldalról, hogy ki melyik gyerekkel hogyan tud azonosulni, illetve megtalálni hangot. Nekem valahogy ez a középiskolás kortól kezdve valahogy ez jött be. Kicsikkel valahogy nem működött. Tehát azért mondom, hogy voltam U16, U18, U20-nál edző, voltam felnőttnél fiúknál, lányoknál, utánpótlás válogatottakban dolgoztam,
az, hogy felnőtt válogatottnál legyek vezetőedző, az valahogy azt mondom, hogy nem motivál. Uh-huh. Ezek a célok, ezek megtörténtek, megvalósultak. Ezek maradjanak meg igazából. Valahogy azt mondom, hogy ebben a munkában én tudjak úgy kiteljesülni, és itt Fehérváron tudjunk kollégáimmal olyat alkotni, amiben tényleg azt mondom, hogy megpróbáljuk azt, hogy a megvalósítani és megteremteni azt, hogy az egyik legjobb, hanem a legjobb utánpótlás bázis mi legyünk Fehérváron. Azt szerintem meg lesz. Ákos, köszönöm szépen neked. Köszönjük szépen is. És önöknek is köszönöm, hogy itt voltak velünk. Tartsanak velünk legközelebb is itt a fehérvári beszélgetésekben.